Kárpátaljáról érkezett a Kovács család egy ünnepi koncertsorozattal, amelyet 14 városban mutatnak be majd a jövő héten. A Magyar Nemzeti Tanács ezzel a koncertsorozattal szeretett volna kedveskedni a magyar családoknak, a várakozás a nagy hét hetében. A Kovács család valójában egy olyan régióból érkezik, ahol igazi kihívás most magyarnak lenni, és mégis az élet a család szeretetét, illetve az összetartozást hirdetik, és ezt tartják fontosnak, és azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú itt ránk nézve is, napjainkban is. Kovácsik boldogan tettek eleget a felkérésnek. Az édesanyja úgy véli, hogy a költők a versekben őszintén leírják mindazt, ami a szívükben van, és azt is, amiben élünk. Ez a híradás, ez a híradó, amit mi hoztunk, ez egy boldogságos híradás, ez egy öröm hír, hogy van örök élet, Krisztus él. Azt, amit hirdettünk, az egy hitvallás. Én azt szeretném, hogy nem elkeseredve élne ez a magyar nemzet, hanem valamiben, valami biztosba kapaszkodna. És ez a biztos nekünk az Isten, és ezt szeretnénk átadni. Hát ez olyan gyönyörű dolog volt, hogy felejthetetlen. Hát ilyen család is létezik még. Hát ez példaértékű volt ez az egész. Nagyon-nagyon szép volt, és annyira feltöltött bennünket, hogy igazán készülhetünk a húsvétre. A Kovács család következő koncertjét vasárnap a Szabadkai Református templomban és az Adei Szent Háromság templomban szervezik majd meg.